Mint a meccsről beszélgetnénk erről az egész szarról. Hát, még csak most kezdődik sajnos. Persze megint mondom, hogy nem mi az Isten vagyok. Rémhír terjesztő. Ja, Sky, Szívecskés, Pavel Csődike, Dani Nagy, és Viva Cilla, szervusz gyönyörűm! Mennyi fog beleférni neked, Nomcsi? Jó. Hát csak tervezem a következőt. Még az sem biztos, hogy a Palinak lesz már, hogy lovagoljatok ti, mert akkor lenne még kettő. Neked lenne még egy kancám, az eluzívem. És lentről a sampika, igen. Majd így összeállítom, hogy mi hogyan. Összerakom a csapatot. Szerintem olyan sok lovunk nem maradt, ugye a kettő majd trappol a legvégén. Ugye van itt a Józsika. Nem tudom. Úr, jó, el ne maradjatok. A por miatt sem. Kapunál mindig figyel. Szerintem maradt a két kanca és a Ádám Csődi. Szerintem. Délután mehetek? Nem, most meg vagyok. Hál' is, hülye vicc volt. A gyerekek ügyesen mindenki, és még maradt három latt. Kettő csak. Hajde! Szeressétek egymást, középen, ha lehet. Gyerünk, nálj meg! Sky, Szívecskés, Pavel Csődike, Dani Nagy és Vívus. Menne itten. Jó. Jó, extra hosszan kikentőznek. Számolom a többit. Hát fentről szerintem már csak három ló van, lentről meg megint három. Biztos akár, hogy összeszámoltam. Hat ló van összesen. Öten vannak. Egy ladba. Egy ladba is ki tudnánk menni. De a gyerekek, ha lovagolni akarnak, majd megkérdezem. Akkor kimegyünk csak hárman, plusz a négy. És akkor még maradt kettőnek valami. Nincs több ló. Hát a Józsika majd fönn ugye trappol. Na mindegy, majd összerakom.